Felébred, felébresz. Az alvás úgy ér véget, hogy felébredek. Még alszom, nem tudok magamról, nem tudom, hol vagyok, mit csinálok. Amikor felébredek, megint mindenre ráismerek. Néha nem magamtól ébredek fel, hanem valaki felébreszt, vagy az ébresztő óra felcsörget. Nézd meg az alszik, alvás címszót. Felel, felelet. Hova mész? Kérdezi Klári. Hazamegyek, feleli István. A kérdésre felelünk. Az iskolában osztályzatot kapunk a feleletünkre. Feleség. Anyám az apámnak a felesége. Apám az anyámnak a férje. A nagybátyám nőtlen, még nincs felesége. Felhő. A levegőben pára van. Ha a pára összegyűlik a magasban, akkor felhő lesz belőle. A felhőket a szél mozgatja. Az eső, a sűrű, szürke esőfelhőkből hull a földre. A fehér bárányfelhőkből nem lesz eső. Nézd meg a pára, párolog címszót. Amott kerekedik egy fekete felhő, abban tólászkodik egy fekete holló. Felkel. Vasárnap korán ébredtem, de későn keltem fel, sokáig voltam ágyban. Hajnalban, amikor kivilágosodik, azt mondjuk, felkelt a nap. Felkiáltó jel. Nézd meg az írás jel címszót. Felnőtt. A férfiak és a nők felnőttek. A fiúk és a lányok gyerekek. Felvonó. Nézd meg a lift címszót. Fém. A vas, a réz, az arany, az ezüst, fém. Vasból gépeket és szerszámokat. Rézből leginkább villanydrótot, aranyból és ezüstből ékszereket készítenek. A képen fémfeldolgozó gép. Nézd meg az alumínium, a drót és az érc címszót. Fénykép. Tudom, hogy milyen volt az édesanyám 7 éves korában. Láttam a fényképét. Nyáron sok fényképet készítettünk. Lefényképeztük a sátrunkat, a csónakázó gyerekeket, a várat, a hegytetőt. Fenyőfa. Nézd meg a fa címszót. Férfi. Az apám férfi, az anyám nő. Minden felnőtt fiú férfi. Nézd meg a nem címszót. Vigyázz, kettő van. Férj. Apám az anyámnak a férje. Anyám az apámnak a felesége. Fertőző. A nátha, az influenza, a bárányhimlő, a kanyaró, a mumps, a szamárköhögés, a skarlát fertőző betegségek. A fertőző betegségeket apró, szemmel nem látható élőlények, baktériumok, vírusok vagy gombák okozzák. Ha ezek az apró élőlények, a kór okozók átkerülnek egy másik ember szervezetébe, és ott is elszaporodnak, akkor az az ember is beteg lesz. Ha például a beteg köhög, a szájából apró nyálcseppecskékre tapadva a levegőbe kerülnek a kór okozó, ezt a közelben tartózkodók beszívhatják. Fertőzések kézfogása vagy a beteg tárgyaival is terjedhetnek. Az antibiotikumok olyan orvosságok, amik a baktériumokat pusztítják. Ha a fertőzést baktérium okozta,
antibiotikummal lehet gyógyítani. Sok fertőző betegség, például mumps, kanyaró, szamárköhögés ellen oltással védekezünk. Ezért ezeket a betegségeket nagyon kevesen kapják meg. Nézd meg az oltás címszót. Ilyen a baktériumok képe a mikroszkópban. Nézd meg a baktérium, a gomba és a vírus címszót. Vigyázz, két vírus címszó van. A mikroszkóp címszót is keresd ki. Fest, festő. Festék, festmény. Béla, fest. Festékes dobozában 12 gombfesték van. A lakások falát szobafestők festik. A festményeket festőművészek festik. A legszebb festményeket múzeumokban, képtárakban láthatjuk. Fészek. A madár fészket rak. Szalmából, fűszálból, ágakból építi, gyakran sárral tapasztja, tollal béleli. A képen darázsfészek, madárfészek. Nincs kiírva, de ott a mókus fészek. A madár anya a fészekbe rakja a tojásait, és ott költi ki őket. Amíg a fiókák nem tudnak repülni, addig a fészekben élnek. Nem csak a madarak raknak fészket, a mókus is, a darázs is fészket épít. Film, filmnézés. A filmen mozgó képeket látunk. Filmet moziban vagy otthon nézhetünk, televízióban, számítógépen, vagy valamilyen lejátszón. Filmet a videótékából lehet kölcsönözni. Nézd meg a mozi és az internet címszót. Fizet. A papírboltban füzetet veszek. Fizetek érte. Pénzt adok, füzetet kapok. Fizetés. Béla anyja tanárnő. Munkájáért minden hónapban fizetést kap. Fodrász. Eszter haját a fodrász vágja le. A fodrász vágja, festi, alakítja a hajat, olyan frizurát készít a vendégnek, amilyet az szeretne. Fog. Gábor gimnáziumba fog járni. A Mátrában fogunk nyaralni. Péterék el fognak költözni. Fog. A csecsemőnek még nem bújtak ki a fogai, nem is tudná megrágni az ételt. Kb. Fél éves korától kezdve sorra kinőnek a fogai, és mire a gyerek 3 éves, már kint van, mint a 20 tejfoga. 6 éves korunktól fogva egymás után esnek ki a tejfogaink, és kinőnek az állandó fogak. A felnőtt embernek 32 foga van. Fogainkat fogkefével és fogkrémmel rendszeresen tisztítanunk kell, különben a rájuk tapadó ételmaradékokban baktériumok szaporodnak el, amik tönkretehetik a fogakat. Főleg az veszélyes, ha cukor tapad a fogakra. Nézd meg a baktérium címszót. Fog, fogó. A macska egeret fog. Péter a fogó, megfogja Annát. Foglalkozás. Gábor bátyja fogorvos, Péter anyja újságíró, Éva anyja gyógytornász. Ez a foglalkozásuk. A te édesapádnak mi a foglalkozása? A képen tűzoltó,
gépkocsi vezető, állatgondozó, orvos, informatikus, kertész, pék, tanítónő, vegyészmérnök, varrónő, fogorvos. Beteg fogainkat a fogorvos gyógyítja. Nagyító tükrével minden fogat megvizsgál, ha lyukat talál, kitisztítja és betömi. Nézd meg a fogszabályozás, fogszabályozó címszót. Fogszabályozó, fogszabályozás. Balázs előső fogai túlságosan kiállnak. A fogorvos ezért fogszabályozást javasolt. Balázsnak néhány évig fogszabályozót kell hordania. A fogszabályozó jó irányba nyomja a fogat, így a fog lassacskán a megfelelő helyre kerül. A fogszabályozót mindig újra be kell állítani. Folyik. Az ér, a patak, a folyó, a folyam vize folyik. A tó vize áll. Kinyitom a vízcsapot, folyik belőle a víz. Kifolyt a tinta, foltja megmaradt. Folyó, folyam. A folyam és a folyó között az a különbség, hogy a folyam a tengerbe ömlik, a folyó pedig egy folyamba vagy egy másik folyóba. A Tisza vize a Dunába ömlik. A Tisza folyó. A Duna vize a tengerbe ömlik. A Duna folyam. A patak nagyobb, mint az ér. A folyó nagyobb, mint a patak. A folyam nagyobb, mint a folyó. Forint. A magyar pénz a forint. A forint rövidítése FT. Hány forintba kerül ez a könyv? Nézd meg a hátlapján. Nézd meg a pénz és az euró címszót. Forog. A biciklista lenyomja a pedált, forog a kerék. A föld forog a saját tengelye körül. For, forral. Vizet forralok. A hideg víz a tűzön felmelegszik. Előbb langyos, aztán forró, bugyborékol, gőzölög, for. A víz, ha for, gőzzé változik. Nem csak vizet, hanem minden más folyadékot is fel lehet forralni. Forrás. A földből víz tör fel, ez a forrás. A forrás vizéből lesz az ér, a patak, a folyó. Vannak meleg források is, ezeknek a vize forrón vagy langyosan budjan elő. Budapesten a Gellért fürdő forrásaiból 50 fokos meleg víz fakad. Szép a forrás, fürödni abban. A gyerekek a kiránduláson ittak a forrás tiszta vizéből. Föld. Az ember a földön él. A föld gömbölyű, körül lehet utazni, körül lehet repülni. Földünkön tengerek és szárazföldek vannak. A magot a földbe vetjük. Nézd meg az egyenlítő, a sarkvidék és a világrész címszót. Föld alatti. Nézd meg a metró címszót. Főváros. Magyarország fővárosa Budapest. Franciaországnak Párizs a fővárosa, Japánnak Tokió. A fővárosban van az országház,
Ott ülésezik az országgyűlés. Nézd meg az országgyűlés címszót. Főz. Az ember a táplálékát többnyire nem nyersen eszi. Megfőzi vagy megsüti. Ma bablevest főztünk, palacsintát sütöttünk ebédre. Eszteréknél befőzés van, cseresznye befőtött tesznek el télire. A kifőzés azt jelenti, hogy egy tárgyat olyan sokáig tartanak forrásban lévő vízben, amíg a rajta lévő baktériumok elpusztulnak. Nézd meg a baktérium címszót. Fúj! Fúj a szél! Miklós felfújja a bicikligumit, Anna felfújja a léggömböt. Zsófi szappanbuborékot fúj. A juhásznak jól van dolga, egyik dombról a másikra, terelgeti nyáját, fújja furujáját, bú nélkül éli világát. Furcsa. Álmomban egy furcsa szobában jártam. A lámpa a levegőben lebegett, az asztalnál két mackó beszélgetett. Minden nagyon furcsa volt. Furcsa az, ami másmilyen, mint amit megszoktunk. Találós kérdés. Este hosszú, délben kurta, falon néha igen furcsa. Megfejtése? Árnyék. Furuja. Legelső hangszerem egy furuja volt. Már óvodás koromban tudtam rajta népdalokat játszani. A furuja fából, fémből vagy műanyagból készül. Lyukak vannak rajta, ezeket kell az ujjainkkal befogni, így tudjuk változtatni a hangok magasságát. Fut, futás, futó. A testnevelés órán a gyerekek 200 métert futottak. Körülfutották az udvart. Sokféle futóverseny van. A síkfutó és a gátfutó versenyeket sportpályán tartják. A leghosszabb futóversenyen a maratoni futásban több mint 42 kilométert futnak a futók. Pontosan 42.100